Köszöntöm nézőinket! Önök a Völtségi magazint látják. Én Varga Szintia vagyok. Mutatom, mivel készültünk. Sütik tombola adventi hangulat. Jótékonysági vásárt tartottak Bonyhádon. Arcpoétika. Jó szívvel dolgozni kakasdért. Nagy készülődés előzte meg a télapó érkezését. Prima Primissima díjas Kacz Sándor. Völtségi Múzeum évkönyve. Advent első szombatján jótékonysági sütivásárt tartottak, amire Temérdek érdeklődő érkezett, hogy egy jó cél támogasson. A városban nem ez volt az első alkalom, hogy süteményekkel gyűjtöttek a rászorulóknak. Idén is jó cél érdekében gyűjtöttek Bonyhádon. Advent első szombatján a művelődési házban tudtak a segíteni akarók süteményvásárlással adakozni. A rendezvény bevételéből idén a rászoruló családok karácsonyát tudják megszépíteni. Különböző ajándékcsomagokat is hoztattak az emberek, tele iskolai tanszerekkel vagy akár ruhákkal. Írástóva a harmadik alkalommal rendezzük meg itt Bonyhádon a sütivásárt, jótékonysági célból. Közös összefogással próbáljuk meg a bonyhádi lakosságot rávenni, hogy rászoruló családoknak segítsenek sütemények adományozásával, és az ebből befolyt pénzösszeget ajánljuk fel a rászorulók részére. A legelső sütivásárunk egy SMS kisfiú részére történt, ott is egy nagyobb összeget sikerült a kisfiú részére összegyűjteni. Utána ugye a Covid időszak előtt még volt egy rendezvényünk, akkor is így a bonyhádi rászoruló családok részére gyűjtöttünk, és idén ugyanúgy úgy szint ez egy ilyen összefogás más civil szervezetekkel, illetve egyesületekkel. A sütivásáron az egyesületek és szervezetek mellett bonyhádi lakosok is hozhattak süteményeket, melyeket direkt erre az alkalomra készítettek. A Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai is jelen voltak, hiszen elmaradhatatlan résztvevői a hagyományos adventi sütivásárnak. Mi a Család és Gyermekjóléti Központnál dolgozunk a kolléganőmékkel, akik itt állnak a hátam mögött, és a sütivásár bevétele, illetve az adományok, amik éles alkalom során ide kerülnek gyűjtésre, mi hátrányos helyzetű rászoruló gondozott családjainkhoz fognak kerülni. Jótékonysági sütivásár évente egyszer kerül megszervezésre, viszont igen, a gyermekjóléti központunknak van egy egyesülete, és az egyesületünkkel szoktunk pályázni évente többször, és a Magyar Élelmiszerbankkal van együttműködési megállapodásunk már nagyon-nagyon régóta, több éve, és az ő pályázati felhívásaik szoktak nekünk segíteni még abban, hogy élelmiszert tudunk például gyűjteni karácsony előtt élelmiszeráruházakban. Ha valaki kevésbé édesszájú, de szeretne segíteni, az Angyalhívó Egyesület tombolával is készült. A közel 20 tagból álló szervezetnek elkötelezett célja, hogy összehozza az embereket egy jó cél érdekébe és segítse a rászorulókat. Az Angyalhívó Egyesület közel 20 éve működik itt a kistérségben. Nagyon sok programunkat bonyolítottuk le, hátrányos helyzetű családok, illetve gyermekek felzárkóztatásával foglalkozunk. Egész évben gyűjtjük a rászorulók számára az adományokat. Gondolok itt ruhanemükre, tanszerekre, élelmiszerre, akár bútorra is. Nagyon sokrétű az összetétele az egyesületnek, hiszen van köztünk egyetemi tanár, van köztünk szociálpedagógus, van köztünk ács és fodrász is, tehát hogy próbáltunk nagyon sokrétű egyesületet összehozni, nagyon sok önkéntesünk van, és ez a szám egyre nagyobb, ennek nagyon-nagyon örülünk. Idén is csatlakoztunk ehhez az adventhez, ez egy csodálatos összefogásnak az eredménye. 3 évvel ezelőtt volt egy nagy jótékonysági rendezvényünk, és azóta az önkormányzattal, illetve a Solymár Imre Városi Könyvtárral, illetve a Művelődési Központtal közösen bonyolítjuk le ezt. Az idén, amit mi programelemként bevállaltunk, az itt látható mellettünk az angyalzsák. Ez azt jelenti, olyan, mint egy tombola, csak annyi különbséggel, hogy azonnali nyeremény van, tehát aki kihúz egy tombolát,
az azonnal nyer valamit. Ez az angyalzsák, ez azért is alakult, mert nagyon sok felajánlásunk szokott érkezni, és mivel már a cipős dobozokat olyan nagy mennyiségbe gyűjtöttük össze, kitaláltuk, hogy mi lenne, hogyha eladnánk ezeket az utalványokat, tárgyi eszköz felajánlásokat, ezeket megvásárolja 2000 forintért, és ez mind jótékony célra fog menni. A sütivásáron Bonyhádváros polgármestere Filóné Ferenc Ibolya is részt vett. A rendezvény fontos része Bonyhád életének, és egy remek alkalom arra, hogy összehozza az embereket. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a mai nap eljött, hiszen nagyon régóta minden bonyhádi lány és asszony azt várta, hogy ez a nap eljöjjön. Sajnos az időjárás az közbeszólt, és beszorultunk ide a művelődési központba, hiszen a rendezvénytéren álmodtuk meg az első adventi hétvégénket. Jótékonysági sütivásárral. Volt már rá példa, és akkor is egy civil összefogással indult. Most is nagyon-nagyon széles körű összefogással számolhatok be, hiszen az a sok-sok bonyhádi lány és asszony, akit említettem az elején, velük együtt több civil szervezet, például az Angyalhívó Egyesület, és természetesen Bonyhádváros önkormányzata fogott össze annak érdekében, hogy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat javára minden olyan családnak tudjunk segíteni, akiknek egy picit kevesebb jutott, és fogalmazhatunk úgy, hogy rászoruló családok. A sütivásárnak ez a lényeg, hogy mindenki kap egy kis boldogságot, hiszen a süteményt mindenki szereti, de cserébe, amiért megvásárolta, az a befolyó összeg, az pedig a bonyhádi családok számára megy. De az is nagyszerű érzés, hogy maguk a sütemények is úgy készültek, hogy felajánlásból. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés. Örömmel állunk minden olyan kezdeményezés mellé városi szinten, ami egy olyan közösséget teremt itt a városban, amiért jó azt érezni, hogy mi bonyhádiak vagyunk. Az adventi időszakban előtérbe kerül a nagy lelkűség és az adakozás. Viszont a rászorulóknak nem csak karácsony előtt van szükségük segítségre. Több szervezet is van Bonyhádon, akik szívesen várják az adományokat bármilyen formában, évközben is. Gondozott családjaink száma évről évre nő, és egyre több sajnos, és ez körülbelül 3-400-as nagyságrendet képvisel. Mi nem csak most tartjuk fontosnak az adománygyűjtést, hanem egész évben, hiszen a gondozott családoknak nem csak decemberben van szükségük adományra, hanem az év minden hónapjában. Viszont ez azért kiemelkedő jelentőségű, mert hogy itt egy széleskörű összefogás valósult meg. Bonyhádváros önkormányzatával, civil szervezetekkel, egyesületekkel, karöltve tulajdonképpen tényleg egy széles társadalmi összefogással valósult meg ez a sütivásár, és hogy mindenki itt Bonyhádon és Bonyhád környékén, ami gondozott családjainknak adakozik, ami természetesen szívet melengető. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy lenézzünk azokra, illetve kezet nyújtsunk azoknak, akiknek szüksége van ránk. A bonyhádi sütivásáron színvonalas adventi műsorral készültek. Kacz Sándor, matematika-fizika szakos tanár, magyar oktatás és köznevelés kategóriában vehette át a rangos Prima Primissima díjat. Kacz Sándor az 1992 óta újra evangélikus fenntartásban működő Bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumban tanított 45 évig. Jelenleg az Erdős Pál tehetséggondozó iskola tanára. 29 szakmai cikket, 8 szakkönyvet, feladatgyűjteményt írt. Iskolájában és a régióban matematika műhelyt alakítottak ki. Az elismeréshez Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere is gratulált. Megjelent a Völgységi Múzeum évkönyvei sorozat első száma, amely bonyhádi vonatkozású tanulmányokat tartalmaz. Zsindely Borbála Rózsa, Gábor Zsolt, Kolbert András, Farkas Róbert Tamás, Szabó Tibor és Farkas István Gergő tollából. Az intézmény már dolgozik egy újabb kiadványon Bonyhádvárossal és több más partnerrel együtt. Erről részleteket később árulnak el. Közölték a közösségi oldalukon. Kakasd első embere Selné Simcsik Orsolya. Arcpoétikája sokat és jól dolgozni, tiszta szívvel a település érdekében. Mind
mindig Kakasdon éltem, Kakasdon születtem, illetve hát Bonyhádon, de kisgyerekem okorom óta, tehát itt laktunk a szüleimmel. Itt jártam óvodába, általános iskolába, és utána kerültem Bonyhádra a közgazdasági szakközépiskolába. Nagyon szerettem itt gyerek lenni, tehát tényleg olyan kis felszabadult életünk volt, és nagyon jó évfolyam a miénk, összetartó, és olyan jó emberek vannak a korosztályunkban is, és nagyon szép gyermekkorom volt, úgyhogy igazi tőzsgyökeres kakasdi vagyok. A közgazdasági szakközépiskola után az államigazgatási főiskolára kerültem, és közben dolgoztam itt az önkormányzatnál, így levelezőn fejeztem be a főiskolát. A diplomaosztóm napja az az esküvőm napjára esett, úgyhogy fotóval nem rendelkezem, amikor átvettem a diplomát, mert valahogy így alakult. Előre terveztük már az esküvőt, és a kettő egybe esett erre a napra. Amikor munkába álltam, 91-től, akkor egészen a legkisebb gyermekem 8 éves koráig én itt voltam az önkormányzatnál, de hát úgy alakult, hogy esküvő után mint a fiataloknál szokott lenni, gyermeket vállaltunk, és 3 gyermekünk született, közben 1 évet visszajöttem dolgozni, és utána végig itt voltam állományban. Aztán egy törvénymódosítás következtében kerültem be a Bonyhádai járási hivatalhoz, ami tényleg mondom, így a felsőfokú végzettségűeket a jogszabály szerint beszervezték itt a Tormamegyei Kormányhivatal berkei alá, és akkor én így kerültem Bonyhádra. Szerettem én nagyon a járásnál is dolgozni, és a polgármester elhunyt nyáron, és időközi választás során, illetve megelőzően megkerestek engem, hogy kakasdi vagyok, a végzettségem is, hiszen az államigazgatásban tanultam, és nem meggondolkodom, hogy elinduljak polgármesterként. És átgondoltam, és elindultam. Sose nézek visszafele. Nagyon sok szép mindent meg tudtam valósítani itt Kakasdon, és az a szerencse, vagy az a jó, hogy lehetőségem volt ebben a pozíciómban ezt megtenni. Bárkiért bármit teszünk, ez egy lehetőség. A polgármesteri tisztség feladat, de megtiszteltetés. Tehát, hogyha a lakosok és a választások során nagy arányban úgy gondolták, hogy én legyek a polgármester, ezt köszönetképpen én munkával igyekszem meghálálni, és úgy, hogy a munkámat tiszta szívből, jó szívvel végzem, igyekszem mindig olyan döntéseket hozni, hogy én azt 5-10 sose bánjam meg. Tehát azok az ismereteknek a birtokában, akár jogszabályi, akár emberi, vagy más információk, hogyha a birtokomban vannak, igyekszem olyan döntést hozni, hogy az bármikor azt mondjam visszatekintve, hogy igen, akkor ezt a döntést kellett meghozni. Rengeteget dolgoztam az elmúlt hát 5 évben, nyilván 1 év volt, és 4 év telt el eddig, de hát lassan a mostani ciklus is véget ér, és igyekeztem minden olyan lehetőséget megragadni, ami a településnek, amire szüksége volt a településnek, és amire lehetőségünk volt. Lehetne nézni egy évet is szinte, mert mindig előre kell gondolkodni. Tehát összetett a feladat, elég azt szoktam mondani, hogy olyan szivárványos, mert sok mindenre kell gondolni. Tehát kell dolgozni, vagy kell gondolni a dolgozókra, a fizikai dolgozókra, és a hivatalban, az irodákban a dolgozóknak a munkaszervezésére, feladatára. Tehát itt is vannak a férfi dolgozók, a női dolgozók, más-más feladatkörrel, más-más munkával. Van, ami összefügg, van, ami különválik. És ugyanígy van az irodában, tehát a jegyzővel való egyeztetés, a lányokkal, a szociális, a pénzügyi téren, a pályázatokkal kapcsolatban, tehát mindenhez valamilyen szint a felső döntés azt a polgármester hozza meg. És akkor vannak így a település szinti rendezvények, amiket szeretnénk úgy olyan kis kreatívan megszervezni, hogy úgy örömket lejjék benne
minden ember, aki eljön, részt vesz rajta, meg hát nyilván föl kell tenni az érdeklődésüket, hogy részt vegyenek. Az a szerencsés helyzet volt most, hogy mikor elvállaltam már a polgármesterséget, hogy a gyerekek akkorák voltak, hogy elértek egy olyan szakaszba, amikor már tudtak idézőjelben nélkülözni. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy továbbra is nekem a család az első. Tehát 3 gyermekünk van, és 2 már felnőtt korba ért, a legkisebb 17 éves. Megszokták már ezt a helyzetet, sokszor segítenek is, de azért én igyekszem úgy egyensúlyozni, hogy a család ne sérüljön. Mindig igyekszem úgy, hogy megfelelni, akár családanyaként, akár a családba is, tehát megteremteni azt az egyensúlyt, hogy én polgármesterként és anyaként is helyt tudjak állni. Mindig új helyzetek vannak. Szinte, ahogy a GPS mondja, újra tervezés. Egy település életében, hogyha visszatekintünk a covidos helyzetre, nem lehet kiszámítani sokszor a politikai helyzet, gondolok itt a nemzetközi politikára, most a háborúk, nyilván mi is részt vettünk a menekülteknek segélycsomagok gyűjtésébe például, tehát mindig van feladat, nyilván próbálunk 1 éves ciklusra és 5 éves ciklusra is már előre tervezni, amikor megválasztottak, akkor kapásból úgy kezdtem, hogy fölvázoltam, végigmentünk egy falu bejárás során a képviselőkkel, fölvázoltuk, hogy mi a teendő, és akkor azt igyekszünk évekre lebontani, valamint lebontani, hogy mire van anyagi lehetőségünk, amit a költségvetésünkből meg tudunk csinálni, és mi az, amire nincs lehetőségünk, és muszáj pályáznunk. Fontos a visszacsatolás, igen, mert abból tudunk építkezni. Tehát bármit megrendezünk, szervezünk, csinálunk, akkor én megköszönöm, vagy hálás vagyok a visszajelzésekért, még hogyha az esetleg kritikát is tartalmaz, mert igyekszünk akkor a későbbiek során úgy módosítani azt a rendezvényt, azt a feladatot, azt a megoldást, vagy azt a tevékenységet, hogy az mindenkinek a lehető legjobb legyen. Nyilván körültekintően már úgy indulunk a feladatnál mondom ezt, vagy munkát is mondhatok, hogy amit mi gondolunk, hogy az a lehető legjobb legyen. Hogyha ér is kritika bennünket ezzel kapcsolatban, akkor úgy tovább lépni, hogy az mindenki számára még jobb legyen. Ezt a családban is így tervezem, tehát hogy mindenkinek örömet szerezzünk, úgy, amit teszünk a munkánkkal. Annak örülök, hogyha hozzám irányítják a kérdést, mert akkor én meg tudom válaszolni a miértjét. És esetleg tudok válaszolni, hogy igaza van, és akkor ezután ezt így fogjuk csinálni. Hogyha máshonnan jön vissza, azzal nagyon nem tudok mit kezdeni, és meg is mondom őszintén, nem is nagyon akarok. Egyrészt nem akarom mérgezni magam vele, a másik nem tudom, hogy az pontosan tényleg az van-e mögötte, ami az úgy elhangzott, és ha annyi nincs benne valakiben, hogy nekem intézze a kérdést, hogy én válaszolhassak rá, hogy ez butaság, ez nem így van, vagy ha így van, akkor miért ennek magyarázata van, ezzel nem tudok mit kezdeni, nem mondom őszintén, nem is akarok. Továbbra is sokat kell dolgozni, sokat szeretnék a település érdekében, és mindezt tiszta szívvel, jó szívvel. December 16-án szombaton este újra várják a népzene és a néptánc kedvelőket Bonyhádon a művelődési központban. 17:30-kor a gyerekeknek, este 8-kor felnőtteknek lesz adventi táncház. Muzsikál a Sodrás Banda, táncvezető Kosnás Árpád. Lázas készülődés előzte meg a télapó érkezését kicsik és nagyok körében a Kéti Babamama Klub, majd azt követően az óvoda falai között. Az ünnepi időszak első kezdete a Mikulásvárás izgalmas időszaka. A gyerekek egy fergeteges bábjáték előadás után énekelhették el dalaikat a fehér szakálónak, aki természetesen idén sem érkezett üres kézzel. Az ünnepek, hagyományok az összetartozás érzését erősítik, a közösséget éltetik.
Nem volt ez másként a Baba Mama klubban, ahol a községvédőnője szervezi a foglalkozásokat, és ide is ellátogatott a Mikulás. Minden évben üzenünk a Mikulásnak, hogy vannak nekünk itt apró gyermekeink a Baba Mama klubba, illetve az óvodába, és szeretnénk, hogyha eljönne hozzájuk és megvendégelni őket egy kis csomaggal. Azt is megüzentük nekik, hogy nagyon jó gyermekeink vannak, és ezért olyanféle csomagot állítson össze, ami ezt jelképezi. Azt is elmondtuk a Mikulás bácsinak, hogy nagyon szeretnénk, hogyha az idén több gyümölcs lenne a csomagba, és egy kicsit kevesebb csoki, de én úgy láttam, hogy az arány nem borult fel, annyi csoki van, amennyi gyümölcs, de próbáljunk a gyerekeket egy kicsit ilyen szempontból is az egészségesebb ételek fele kormányozni, amennyire a gyereket lehet. Szia Mikulás bácsi, már nagyon vártunk téged! A Kéti óvodában is nagy öröm a Mikulás várás, az ezzel járó készülődés. A gyerekek nagy izgalommal várták ezt a napot, hogy eljöjjön a jóságos télapó. Kedves öreg télapó! Almát, csokit, csuklót is, még kaptak tőle mást is. Minden csoport énekekkel, versekkel és rajzokkal készült a Mikulás köszöntésére. Az örömmel tanult dalaikat, mondókáikat közösen mondták el, hetekkel előtte készültek már a gyerekek, hogy örömet szerezhessenek a nagyszakálónak. A Mikulás ünnepségre mindig nagy örömmel készülünk a gyerekekkel, már jó előre feldíszítjük a termet, az épületet, és különböző kézműves foglalkozásokon apró tárgyakat is készítünk, amit szintén felhasználunk dekorációnak, és versekkel, dalokkal készülünk a Mikulás bácsinak. Ebben az évben, sőt minden évben mindig a Mikulás ünnepség mellé egy előadással is kedveskedünk a gyerekeknek, amit általában a helyi könyvtár szervez, pontosabban a Tolna vármegyei megyei könyvtár támogatásával kerül megrendezésre, és a nagyon szeretik a gyerekek, most éppen egy báb előadást láthattak. Az én köpenyemet hozzad, Krambusz! Na hozom már, itt na, van a végén a beszélapot! Na, na, hogyan van ez a... Jaj! Jaj, hát már kicsit nagy lett a pocakod, aztán nem ért össze ez a köpeny. Hát egyszer szerettem a csokoládét. Ne mondj ilyet, nem szabad megenni a gyerekek csokoládéját. Nem az övékét eszem meg. Na, figyelj Mikulás, ne szomorkodjál. Itt lakik a Rigóni asszonyság az erdőbe. Elviszem és majd ő megvarja neked. Jaj, ez nagyon jó ötlet. Sias Krampuszkám. Az örömmel tanult dalaikat, mondókáikat közösen mondták el, hetekkel előtte készültek már a gyerekek, hogy örömet szerezhessenek a nagyszakálónak. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!